Előadásokkal, elismerések átadásával és kiállítás megnyitóval ünnepelték a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége megalakulásának 30. évfordulóját szeptember 4-én a Szolnoki Béketámogató Kiképzőközpontban. A rendezvényen Szűcs Lóránd tandártábornok, a katonai irányítási és válságkezelési főosztály főosztályvezetője olvasta fel Benkő Tibor honvédelmi miniszter üzenetét, melyben a tárcavezető hangsúlyozta, egy kor és ma is szükség van a bajtársiasságra, a másokra való odafigyelésre, a példaadásra és a nemzedékek összefogására. Hozzátette, a társadalom és a Magyar Honvédség kapcsolata kiemelt fontosságú, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége pedig már 30 éve összekötő kapocs a társadalom és a honvédség között. Az egybegyülteknek tolmácsolták Ruszin Szendi Romulus altábornagy üzenetét is, amelyben a Magyar Honvédség parancsnoka méltatta azt az áldozatkész munkát, amit a szervezet tagjai évtizedek óta a magyar ejtőernyőzés ügye, a nemzetközi kapcsolatok erősítése, a honvédelmi nevelés, illetve rászoruló társaik megsegítése érdekében végeznek. Ezt követően elismerések átadására is sor került, melynek keretében a szervezet csapat zászlajára felkötötték a Magyar Honvédség parancsnoka, valamint a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége által adományozott zászlószalagokat, majd a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége nevében Boldizsár Gábor ezredes adományozott zászlót a Budapesti Tagegyesület részére. Egy generációnak is tekintjük ezt a 25 és a 30 évet. Azok, akik 1991-ben elődeink, és hál' Istennek jó sokan még velünk vannak ma is, megalakították ezt a szervezetet, az ott a céljuk, hogy összekössék a II. Világháború előtt, illetve alatti ejtőernyős veteránokat az akkor mai ejtőernyős generációval, kifejezve azt az egységet, azt a szellemiséget, amit ez a hihetetlen sport, ez a hihetetlen katonai eszköz, ez a hihetetlen embert próbáló ejtőernyőzés jelent, és összekapcsolja azt a fajta gondolkodást, elit tudatot, azt a fajta szemléletet, amelyet az ejtőernyő vagy a baretsapka testesít meg. És ez a 30 év egy visszatekintés mindig, hogy mit tettünk, és hogyan próbáljuk definiálni majd a következő 30 évünket is. A rendezvény keretében a résztvevők emlékfaültetéssel és a hazai ejtőernyőzés történetét bemutató kiállítással emlékeztek meg a jubileumi évfordulóról.